Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplők, kedves budakalásziak! A történelmet a hősök formálják. Nincs könnyű dolgom, ahogy sosan, sosincs könnyű dolga annak, aki egy évről évre visszatérő ünnepről kíván szólni. Hiszen minden esztendőben a rendezményszónuk a lehetőség szerint igyekszik elkerülni mások ismétlését, ugyanakkor szeretné. Ha beszéde elnyerné a hallgatók figyelmét, legalább egy-egy gondolata valóban utat találna hozzájuk. Ahogy a természetnek törvénye, hogy tavasszal rügyfakadjon, ugye a magyar történelemnek is törvénye, hogy szabadság vágya időről időre felszínre törjön. Márciusi forradalomról megeblékezni alig, ha lehet anélkül, hogy röviden felne elevenítenénk, mégis mi történt 1848 tavaszán. Nem azért kell megtennünk, mert így szokás, mert elvárják tőlünk, pusztán azért, mert tetteik felidézésével méltóképpen tisztelekhetünk eleink bátorsága előtt. 1848. március 15-e. A Pilbaks kávéházból egy maroknyi ember indul el, hogy felrázza a várost. A múzeumkerben a fordalmi lázban égő pesti ifjak saját érzelmi töltető gondolataikkal tetteikre buzdító lelkesítő beszédeket tartanak, ismertetik az általában pontokba szedett nemzeti követeléseket, a hozzájuk csatlakozó egyetemistáknak és az egybedült, hasonló gondolkodású, haladó szellemiségű embereknek. Nagy személyiségek, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi, és az őket követni tudó lélekben hozzájuk emelkedő nemzeti érő nép ritka pillanata ez a március 15-e. Mire vállalkozott a magyar reformkor és 1848 nemzedéke? Az emberiségnek megtartani egy nemzetet, fogalmazta meg Széchenyi. A magyar európaias legyen, és az, mit mi európainak nevezünk, e honban mindig magyar legyen. Péltekos út. Mely célokért szálltak sikra a reformkori és 48-as ifjak? Az egyenjogúságért, a szabadságért az egyenjogusság, a szabadság kimondásával és 1848-as megvalósításával megszületett az állampolgár, aki már nem a királyság, hanem a nemzet tagja lett, és akinek jogai és kötelességei vannak. 1848-as reformkori nemzedék fontos követelése volt a közteherviselés, a választójog kiterjesztése és a sajtószabadság. A közterhek viselésének általános, mindenkire kiterjedő kötelezettsége, minden polgári demokrácia egyik fontos összetevője. A közteher nem ismer el semmiféle kiváltságot, örökletes vagy szerzett előjogot. Nem ismeri el az arisztokráciát, a rangot. Deák Ferenc gyakran mondogatta a sajtószabadságról. Ha tőlem függne, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna, hazudni nem szabad. A forradalom gyors sikerei után 1848 őszétől 49 nyaráig a nyertes és vesztes csatákkal tarkított szabadságharcban a világosi fegyverletéttel végül elbukott. Hogy kik, hol, miféle hibát vétettek, természetesen lehet elemezni, és vélem, hogy fontos is, ez azonban sosem az ünnep feladata. Az ünnep feladata az emlékezés, a tisztelgés és persze a merengés. 48 jelentősége. Hőseinek nagyszerűsége, tetteik fontossága, és a forradalom eseményei a maikor emberének is üzennek. 1848 márciusa üzen a bátorság, az összefogás, a szabadság, a sajtószabadság, a közös tennivágyás szükségességéről, a nemzeti öntudat tanúságáról, a jogok elismeréséről. A szabadság szent és jó dolog. Sokak számára azonban nem egyéb, mint minden kényszertől való szabadulás, mindenféle rend és erkölcs lebontása. Lehetőség arra, hogy bármit, bárhol, bármikor megtegyen. Ez azonban a valódi szabadságnak csak a karikatúrája, és nem az érző, alkotó ember szabadsága. Az igazi szabadság lehetőség arra, hogy az ember ura legyen önmagának. Szabadság nem létezhet szeretet nélkül, de a szeretet sem létezhet szabadság nélkül. Épp ezért a szabadság kivívásának csak közerkölcs létezése mellett van értelme. Eszembe jutnak a Szent Pápa második János Pál vonatkozó szavai. A szabadságnak megvan a maga belső logikája, amely azt megkülönbözteti és megnemesíti. A szabadság az igazsághoz van rendelve, és abban teljesedik ki, hogy az ember keresi az igazságot. A közelmúlt Párizsi és Dán történesei arra késztetnek, hogy pár mondat erejéig elidőzzek a sajtószabadság lehetséges értelmezésén. Márfi Gyula Veszprémi érsek a párizsi terrorcselekményekre reagálva a következőt írta. Azzal én is egyetértek, hogy az Európában legyen alapérték a szabadság. De milyen szabadság? Mert az a fajta túladagolt szabadság, amely előtt az ultraliberális európai ember térden csúszik, olyan, mint a gyógyszer, amely már nem gyógyít, hanem öl. Valóban. Hirdetik a másság tiszteletét, de a másik tiszteletéről megfeledkeznek. Volt cserkészparancsnokként nem tudom ne nem meglátni a párhuzamot a cserkészek ötödik törvényével, Mely szerint a cserkész a másokkal szemben gyöngéd, önmagával szemben szigorú. Milyen szép lenne, ha ezt a sajtószabadság hangos hirdetői is ismernék és alkalmaznák. Az érsek úr felhívja még a figyelmet a Panonhalmi főapátság ebödrében található festményre, amely egy elszakadt abroncsú hordót ábrázol, melyből folyik ki a bor. A festmény alatt olvasható, libertáte annyit jelent, tönkrement a szabadságtól. A terrorcselekmény mély elítélése mellett nem szeretnénk, ha a mai Európa szabadsága, sajtószabadsága ehhez a hordóhoz hasonlítana. De visszakagyarodva 48-hoz. A nemzethez tartozás akkor a forradalommal és a való azonosulást valamint az abban való részvételt jelentette. A haza bölcsének olyan erőkkel kellett megküzdenie, akik előtt bűn volt a magyarok ragaszkodása köz, bűn a legtisztább hon szeretet. Március 15-e ünnep alkalmából kitűzött kokárdánkkal, a nemzeti szalag viselésével vállaljuk nemzeti hovatartozásunkat, egységre törekvésünket. Azt mondják, a szabadságnak nincs nemzetisége. Mégis a világ legalább 52 országában, ahol magyarok élnek, ez a nap a magyar szabadság ünnepe. De nem szűkülhet le egy napra és külsőségre ez a belső elkötelezettség. Minden embernek küldetése van. Van, aki ezt felmeri vállalni, és van, aki nem. Néha szégyent érezhetünk a határon túlélő magyarok mély gyökerekből táplálkozó, a megpróbáltatások ellenére és igaz magyarsága láttán. Ők akkor is vállalták magyarságukat és küldetésüket, amikor az adott országban nem volt sik magyarnak lenni. És ma is vállalják magyarságukat. Tiszta forrásként őrzik, ápolják generációról generációra a nemzeti hagyományokat, a magyar népművészetet, a magyar nyelvet és a magyar kultúrát még idegen környezetben is tanulhatunk tőlük. A nemzeti érzést, a magyarságtudatot nem fennen hangon szóval kell hirdetni. Ezért a kisországért áldozatos munkával, az igazi értékek átörökítésével, a felelősségtudat élményével, elmélyítésével minden nap tenni, tenni kell. A hazához, a nemzethez tartozás jogi formában való kifejeződése az állampolgárság. Az állampolgárság nem csak egy sivár jogi tény, jogokat biztosít és kötelezettséget is keletkeztet. Állampolgári jogainkkal, mint lehetőséggel élve, tevékenyen részt kell vennünk a közéletben. Tevékenységükkel szolgáljuk a közjót segítsük nemzetünk felemelkedését. Ezt üzente és ezt üzeni március 15-e ma is. Tisztelt ünneplők, kedves budakalásziak! Beszédem végéhez közeledve szeretnék még egy kis kitekintést tenni arra, hogy milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben március 15-ének ünneplése. A szabadságkar századik évfordulóján 1948-ban a hatalmon lévő kommunista vezetés törvénybe iktatta a magyar forradalom jelentőségét. Majd 1951-ben a rendszer ellentmondásosságára jellemző módon kiadtak egy rendeletet, melyben munkanappá nyilvánították március 15-ét. Így a rendszerváltozás előtt a kor diákjai csak iskolaközösségeken belül ünnepelhettek szavalókórusok idézték fel a történelmi eseményeket. 1990-ben március ídusát végre a politikai tavaszodásnak köszönhetően igazi magyar ünnepé munkaszüneti nappá minősítették. 2015. március 15-ét írunk. Mától lép hatályba a szabad vasárnapról, vagyis a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény. A törvény elősegíti, hogy a vasárnapi családi, baráti, közösségi körben eltöltött pihenőnap legyen. Lehetőség arra, hogy az együtt töltött szabadnap erősítse a szülő és a gyermek kapcsolatot, a társas életet, növelje a szeretet kapcsolatot, szolgálja a feltöltődést, a kikapcsolódást. A családok a társadalom épületének téglái. Ha a családok erősödnek, a társadalom is erősödik. Éljünk hát a lehetőséggel, erősítsük családunkat, és ezáltal társadalmunkat. Azt hiszi Szent Ferenc szavait idézve, először tedd meg, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és már is azt fogod tenni, ami lehetetlen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat. Elsőként Tóth Sándor színművésztől hallhatjuk Adi Endre, a Tűz Márciusa című költeményt. Adi Endre, a tűz márciusa. Csámpás, konoknetán ez a világ. És végbehanyatlik itt annyian űztek. De élethittel én üldözött haló. Március kofájra és szentjeire hadd szórjam szitkát és dicsét a tűznek. Hadd hajék végre olyan magyar szava, aki sose félt. De most már nem is félhet. De ki ez bús hunő a szíkjairól sírjáig eljut, lázítva bárhová, gőgös grófiszó piszkos szolgajének. szolgaének. Vesznem azért Keltán, mert magyar vagyok, s terhére e föld száz ponciusának. Haldoklóan, mégis elküldöm magam boldogabb testvéreimnek, síromon az új, jobb március ifjúságnak. Testvéreim, nincs nem igaz szavatok. Százszor többet merhettek, mint hogy mertek. Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb életre váltott jussa nem volt soha, mint mai bús magyar ifjú embernek. Úgy nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs. Csak majmolás, álurság és gazbírság. És mégis, lám ti vagytok a fiatalok. És mégis sír látom sikeretek. Holnap talán könnyebb lesz a mártírság. Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet, mert él basák és buták közepette. Mert hiába lett acélból itt a szív. Szép, ember szívként szikrázni, ha akar. A honi rozsda megfogta, megette. De tűz és tűz éni ifjú testvéreim. Jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni. Az élet szent okokból élni akar. És ha Magyarországra dob ki valakit, annak százszor -e inkább kell akarni. Életet és hitet üzen egy halott. Nektek, fiatal elhagyott testvérek. Az olvasztó tüzet küldi a hamu. Sláng óhaját hogy ne csüggedjetek el, március van, és határtalan az élet. Köszönjük az előadást. Ma, március 15-én ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulóját. Megemlékezünk kosútról, petőfiről, a tizenkét pontról. Elénekeljük a himnuszt, a szózatot, valaki a nemzeti dalt a kokárdát tűzünk mellünkre. Mit jelent mindez egy mai magyar embernek? És a mai Magyarország vajon mit jelentene Battyányinak, Görgeinek, a márciusi ifiaknak? Volt-e értelme harcuknak és haláluknak? A Lemvilág Táncegyüttest Kamara csoportja. Következő műsorával a szabadságért és a magyar nemzetért meghalt hősök szellemét idézi elénk. A Kárpát-medence legszebb táncainak segítségével a Kalamajka és az Egy szólam zenekarok zenéjére. nemzetre, nyugatról, keletre. Idegen fúj a szél, magyar véron lakik. Arany János, rásüt az esthajnal. Rásüt az esthajnal a vásárhelyi tóra. Ott legel a ménes. Hol a számadója? Hol a számadó, vagy legalább bolytárja a szegény honvédet, hogy meg sem kínálja? Itt van, itt anyázgat, számadó, bolytár is. Megkerül estenden bújdosó betyár is. Gyere, vé Van mi nálunk, gyere! Szökött katonának egy karékenyere. Az vagyok. Elszöktem. Dicsekszem is véle. 831-ben fogtak volt kötéllel. És azóta mindig a császár szolgáltam. Fogadok, egy sem volt jobb kutyája nálam. Meg is szeretett, mert haza sem eresztett. Adottam ellenemre krajcáros keresztet. Már most azt akarná, hogy a részkeresztért ontsam neki én, az ártatlan magyar vért. Inkább száradjon le a két kezem vállig. Hisz még én belőlem derékhonvéd válik. Megyek Debrecenbe, jó éjszakát, bátya. Leszek még a világ, kosút katonája, ország katonája.